Jövőre már csak adókártyával váltható ki a horgászengedély, így a horgászoknak is érdemes ellenőrizniük, hogy megvan-e az adóazonosító jelüket igazoló okmány, figyelmeztet a NAV. Amennyiben valakinek nincs adókártyája, esetleg elvesztette, vagy megváltoztak az adatai, a NAV honlapjáról letölthetik az igényléshez szükséges adatlapot. Az első igazolványt a NAV mindig ingyenesen állítja ki. Ingyenes akkor is, hogyha névváltozás miatt kérik a cseréjét, vagy hogyha eltulajdonították az adókártyát. Ha valakinek elveszett, rongálódott, vagy megsemmisült a kártyája, akkor 3000 forintba kerül a pótlás. Ezekben az esetekben a NAV honlapjáról letölthető a T34-es adatlap, ezt kell kitölteni, és akár elektronikus úton ügyfélkapon keresztül, akár postai úton, vagy személyesen az ország bármely NAV ügyfélszolgálatán, de a kormányablakokban működő NAV ablakokban is leadható az igénylőlap. Az igényléstől számítva 15 napon belül gyártja le és postázza az hivatal az adókártyát. Ha valakinek szüksége van sürgősen az adóazonosító jelet igazoló okmányra, akkor az adóazonosító jelről igazolást tudunk kiállítani, amely mindaddig érvényes, amíg az igénylő az új adókártyát meg nem kapja.